Sziasztok! Ismét Pinterest szépségtrükköket fogunk tesztelni, ugyanis nagyon sokan kértétek, hogy legyen ilyen videó, mert nagyon szeretitek, vágjunk is bele. Az első tipp nekem nagyon hasznos lesz, remélhetőleg. Nemrégiben csináltam egy olyan videót, amiben arról beszéltem, hogy mi az a 7 dolog, ami engem bosszant a sminkelésben, és az egyik fő problémám az, hogy mindig összekenem a szemhéjamat szempilla spirálozás közben. És az első pinterestes trükkünk az, hogyha ezt szeretnénk elkerülni, akkor vagy tegyünk oda egy kártyát, vagy pedig egy kanalat. Én most mindkettőt ki fogom próbálni, aztán megnézzük, hogy melyik működik jobban. Nézzük először a kártyás verziót. Messze van a képernyő, és alig látok valamit magamból, hát ez így elég vicces lesz. Sincs még egy kezem, hogy fogjak egy tükröt. Hát a kártya az olyan lett, azt látom. Viszont a szemhéjam az nem. Ez működik. Akkor nézzük kanállal. Ú, de jó hűsítő a kanál. Nagyon kellemes érzés. Igen, itt is a kanál az olyan lett. Viszont a szemhéjam nem. A mai első tippünk az működik. A következő pinterestes szépség trükk, hogyha egy régi szempillaspirál kefére barna szemhéjpúder teszünk, akkor azzal tudjuk a szemöldökünket gyakorlatilag színezni. Van itt egy ilyen régi szempilla spirálkefém, amit így szemöldökformázással szoktam használni. A Catrice Absolute Matte palettából fogok most akkor egy barna szemhéjpúdert használni. Talán ez itt. Valamit bele tunkolni valahogy a kefét. Na nézzük. Én gyakorlatilag nem nagyon látok különbséget. Ti láttok valami különbséget a kamerán keresztül? Mert én élőben nem nagyon próbálok egy sötétebb színt. Itt ezt a sötét barnát megpróbálom ezzel. Nem nagyon látok igazából túl nagy változást. Ez a trükk, ez nekem valahogy nem. Szerintem ez nem működik. A következő tipp az, hogyha felteszel egy rúst, és az ajkap közepére világos szemceruzával húzol egy sávot, és eldolgozod, akkor úgy dúsabbnak hatnak az ajkaid. Ezt a Catrice rúst fogom felkenni, ez az Ultimate Stay rúzsok közül a 050-es Move Your Lips árnyalat. Itt van egy ilyen világos szemceruza, az Essence Big Bright Eyes. Az ujjammal így eldolgozom. Íme a végeredmény. Szerintem ez a trükk nagyon jól működik. Ez nagyon hasonlít amúgy egy másik tipphez, amit még egy ilyen korábbi pinterestes videóban csináltam, amikor fényes szemhéjpúdert kellett tenni az ajkak közepére. Ez is nagyon jól működik. Úgyhogy éljen. A következő tipp azoknak lehet hasznos, már ha beválik, akik kicsit bajban vannak a kontúrozással. Ennek az a lényege, hogy egy kanál segítségével tudod meghúzni az arcodon a kontúrvonalat. Itt van a kis kedvenc Body Shop Honey Bronze bronzosítóm. Most megnézem tükörben is, hogy mit csináltam. Szerintem ez teljesen jól működik. Nagyon egyszerű. Ide teszitek a kanalat, a szátok szélétől húztok egy vonalat gyakorlatilag ugye a fületek tetejéig, tehát hogy ezen az íven menjen a kanál, és akkor így a kanál alatt húzzátok meg a kontúrvonalat, és utána pedig szépen eldolgozzátok. Én most egy picit bajban vagyok, mert csak a számítógépen tudom nézni, hogy mi történik, és hát azon nem látom azért annyira jól, mert nincs annyira közel, de hogyha tényleg látom is, hogy mit csinálok a tükörben, akkor ez egy abszolút működő dolog. A következő
következő tipp az arról szól, hogy ha szeretnénk, hogy a szempilláink tovább megtartsák az ívüket, akkor a szempilla göndörítőt hajszárítóval melegítsük fel. Mivel most Lili alszik, én nem hajszárítóval fogom megmelegíteni a szempilla göndörítőmet, hanem egy ilyen haj egyenesítővel. De arra mindenféleképpen figyeljetek, hogy mielőtt oda teszitek a szemetekhez a szempilla göndörítőt, nézzétek meg, hogy kihűlt-e. Nehogy megégessétek a szemhéjatokat, jó? Tehát, hogy erre egy figyeljetek. Most a másik szempillámon ott nem fogom ezt megcsinálni, és akkor majd így a kettőt próbáljuk összehasonlítani. Az egyértelműen látszik, hogy ezek a pilláim sokkal, de sokkal íveltebbek lettek, úgyhogy kifestem őket szempillaspirállal. Most igazából csak annyit tudok megállapítani, hogy ezen az oldalon íveltebbek a pilláim, de szerintem akkor is hasonló hatást értem volna el, hogyha nem felmelegített szempilla göndörítőt használok. Az elképzelhető, hogy így, hogy megmelegítettem, mielőtt ugye begöndörítettem a pilláimat, így esetleg tovább tart, de én nem gondolom annyira fenomenálisnak ezt a tippet, hogy most minden egyes használat előtt elkezdjem melegítgetni a szempilla göndörítőmet, úgyhogy ezt inkább passzolom. Az utolsó trükk, amit ma tesztelni szeretnék, az az, hogy állítólag a körömlakunk gyorsabban szárad meg, hogyha a frissen festett körmünket jeges vízbe áztatom bele. Itt van ez a kis tálka, benne víz, és benne itt vannak a jégdarabok. Nincsen kifestve a körmöm, de gyorsan kifestek kettőt. Íme a frissen festett körmök, és már áztatom is a vízbe. Azt nem értek sajnos, hogy mennyi ideig kell áztatni, de mondjuk én egy olyan fél percre gondoltam. A fél percnél tovább nem is bírom ebben a jeges vízben áztatni az ujjaimat, mert hogy konkrétan lefagytak, de nézzük, hogy megszáradt-e. Hát nem. Nézzétek csak! Tehát, hogy így, ez így nem szárad meg. Hello! Ez így lejön. Lehet, hogy tovább kell áztatni a jeges vízben, de hát konkrétan lefagytak már az ujjaim fél perc után is, szóval ennél tovább én nem nagyon tudom áztatni. Nekem ez a trükk, ez nem vált be. Szerencsére egyébként van egy nagyon remek, gyors szárító fedőlakom a Sashvitor, szóval nem kell ilyen trükkökhöz folyamodnom, de ez abszolút nem működik. Ha jól számolom, akkor ma összesen 6 pinterestes szépségtrükköt teszteltem, és ebből 3 nem igazán működött, viszont a másik 3 az szerintem szuper. Ha ti próbáltátok már ezek közül valamelyiket, akkor mindenféleképpen írjátok meg, illetve azt is, hogyha van olyan trükk, amit szeretnétek, hogy teszteljek. Remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, és ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Sziasztok!